醉，花香来过，孤单无人陪，飘浪一场飞。春天经过，好风雨来收回。三月一春一片破碎的红花，梦轻轻飞，思念甲飞，寂寞无人陪，爱情一句话。乌蝶美丽，雨酸洗来春眠，青春无风嘛要飞，长山风吹，月弯弯。村外无红线通好看，月弯弯，村外一个人在怨叹。岁月变化拢是人，青春变过手袂完。月弯弯照着阮，犹原心头乱。月弯弯，村外无红线通好看，月弯弯，村外一个。Taiwan fővárosába Taipeien a világ egyik legmagasabb épülete előtt, a Taipei 101 előtt állok. Harmadszor vagyok itt. Ebből kétszer a taiwani kormány hívott meg. Mindig alternatív energiákkal kapcsolatos kongresszusra, megbeszélésre, kiállításra. A jövőt építik. Ebbe a jövő építésébe bevonnak másokat is, minket, európaiakat is. Szívesen látnak, szívesen dolgoznak velünk. Én is nagyon szeretek velük dolgozni. Tudom, hogy lehet rájuk számítani. Tudom, hogy amit megígérnek, azt betartják. 22 millió ember él itt. Állítólag 30 millió robogójuk van. Mint ahogy látják mellettem elsőn a robogókat, szinte azon élnek az emberek. Nagyon sokan vannak, nagyon sűrűen élnek. Megfér itt egymás mellett a tricikli, a riksa és a Rolls-Royce is. Az emberek kedvesek, de most, hogy látom őket közelről, megértem. Miért van az, hogy ennyi terméken van az, hogy Made in Taiwan? Miért van az, hogy ennyi terméket ők fejlesztenek ki? Mert a jövőre koncentrálnak. Arra koncentrálnak, hogy építsék a jövőt, és a gyerekeiknek sokkal szebbet, sokkal jobb országot hagyjanak itt, mint amit ők azt vették. Nem a múlton rágódnak, nem veszekednek, hanem mindig csak előre mennek. Székely Levente vagyok, a taiwani magyar kereskedelmi irodának a vezetője. Üzenem honfitársaimnak, hogy bár rövid itteni tapasztalattal rendelkezem, hiszen frissen kerültem ki, de egy különleges országba jöttem, ahol egy különleges népet találtam, akik rendkívül értelmesek, képzettek, barátságosak, nyitottak, nagyon fejlett technológiákkal, és készek arra, hogy azokkal a magyarokkal, akikkel valamiért különlegesen rokon szenveznek, azokkal együttműködjenek nagyon sok területen.
amit föl tudok ajánlani, az az, hogy nagyon szívesen közvetítek, hogy megtalálják magyarok és tajvaniak egymást, és kölcsönösen gyümölcsöző kapcsolatot építsenek ki. Ismeretlenül bekopogtattam Taipeien a magyar nagykövet úrhoz, Székely Leventéhez. Gondoltam, hogy se fog fogadni, nem ér rá, nagyon elfoglalt, és hihetetlen volt, de borzasztóan kedvesen fogadott, elbeszélgettünk. Én elmondtam neki, hogy azt szeretném, hogy a magyar diákok jöhessenek ide tanulni. Tájvani diákokat szívesen fogadunk az egyetemen. Magyar szakemberek jöhessenek Tájvánra, illetve az itteni szakemberek jöhessenek Magyarországra. Ezzel az ötlettel jöttem hozzá. Szinte órák óta beszélgetünk, elmondta nekem, milyen lehetőségek vannak. Úgyhogy én nagyon nagy örömmel köszönöm nagykövet úrnak, hogy fogadott. Nagyon köszönöm az ötleteket, és azt is nagyon köszönöm, hogy mindenbe támogat minket. Úgyhogy én teljesen meg vagyok lepődve. Teljesen meg vagyok lepődve, hogy egy nagykövet ilyen egyszerű és ilyen szerény is lehet. Pedig ez a dolga. Meg az is fantasztikus számomra, hogy jól tudom, akkor beszél románul, olaszul, angolul, franciául. És mostanában minden igaz kínaiul. Igen, igen, épp azt akartam mondani, hogy pukatyi, azt jelenti, hogy ne légy ennyire udvarias velem. Nem sokat, néhány mondatot még kínaiul, egyelőre most kezdtem el tanulni. Fantasztikus. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy fogadott. És még egyszer nagyon köszönöm, hogy a magyarokat segíteni fogja. Még egyszer köszönöm, hogy mindenben támogatja majd, hogy közös kapcsolatot jöjjenek egyébként. Nagyon szívesen. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen.青春无风嘛要飞，长山风吹。